Jelentős beruházások Baktalóránt házán 3 milliárd forint értékben zajlanak fejlesztések a településen. Jöhetnek a családi gazdaságok, csökkentenék az őstermelők magas számát, ezzel párhuzamosan pedig erősítenék a családi mezőgazdasági vállalkozásokat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tervei szerint. Kihűlés. Még mindig nem telik el úgy tél, hogy ne okozzon számos halálesetet a kihűlés, amely a tartósan 15 Celsius fok alatti hőmérsékletű lakásban élőket is veszélyezteti. Három milliárd forint értékben zajlanak fejlesztések Baktalóránt házán. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket, boldog új évet! Az összeg mintegy felét teszi ki a terület és település fejlesztési operatív programból érkezett forrás. Ebből többek között a belvízelvezető rendszer korszerűsítik, új kerékpárutakat építenek és zöldmezős beruházásokat hajtanak végre. A fejlesztések nem csupán a Baktalóránt házán élők szempontjából jelentősek, a város járási székhely is, így a környező települések lakosságának az életére is jelentős hatással vannak. Még novemberben tették le a Baktalóránt házát a környező településekkel összekötő bicikliutak alapkövét. 500 millió forintból a település eddigi kerékpárútját felújtják, illetve további szakaszokat is építenek, melyekkel Petneházát, Nyírjákót és Nyírkércset kapcsolják össze a járási székhellyel. A beruházás nem egyedülálló a településen. Jelenleg is számos fejlesztés zajlik a járási központban, közel 3 milliárd forint értékben. A 3 milliárd forintos fejlesztés az több részből tevődik össze. Időbeli elhatárolást, ha figyelembe veszük, akkor vannak befejezéséhez közeledő projektek, illetve vannak olyan projektek, amelyek az elkövetkező egy évben valósulnak meg, illetve veszi kezdetét a kivitelezés. Elsősorban a toppos pályázatoknak köszönhetően zajlanak ezek a fejlesztések Baktalóránt házán, ez több mint másfél milliárd forint értékű. Belvízelvezető rendszer felújítása, zöldváros program, kerékpárút építési projekt. Emellett a Degenfeld kastély pincéjének a felújítása is az önkormányzati beruházások sorába tartozik. De a terület és település fejlesztési operatív programba tartozó felújításokon túl közel 500 millió forintból Baktalóránt háza általános iskolája is megújul, továbbá egyéb forrásból korszerűsítik a település középiskoláját, valamint a városon áthaladó állami közutat is. Elsősorban ugye a járási székhely mi voltunk, indukálta ezeket a fejlesztéseket, de nem csak járási székhely vagyunk, hanem egyéb szempontból is körzetközponti feladatot látunk el. Oktatás területén ugye középiskolánk van a településen, a közbiztonság területén ugye rendőrös van Baktalóránt házán, hogy említettem a hivatásos katasztrófavédelmi őrs jelenlétét is a településen. Tehát nem csak járási szempontból, hanem tehát járási közigazgatás szempontjából térségközpont Baktalóránt háza itt a megye közepén, hanem egyéb szempontokat figyelembe véve is, és ezek hozták ezeket a fejlesztési lehetőségeket. Baktalóránt házán egy sportkomplexum kialakítását is tervezik, amely egy új sportcsarnokot, egy műfüves focipályát és egy teniszpályát foglalna magában. Mozgalmas évet zártak az utazási irodák. 2018-ban 9 hosszú hétvége volt, amely kedvezett az utazni vágyóknak. Jó alkalmat nyújtottak a testi, lelki felfrissülésre, akár családostól, akár egyénileg. Ebből mindössze 2 volt 3 napos, 1 5 napos, az összes többi 4 napos pihenést tett lehetővé. Ilyenkor sokan hazai wellness szállodákat kerestek fel. Idegenforgalmi szempontból nagyon jó év volt a 2018-as esztendő. Ez igaz a Nyíregyházi és az országos turisztikai célpontok statisztikáira egyaránt. Az elmúlt évekhez képest idén több fesztivál várta a szórakozni vágyó fiatalokat, ami nagyon jót tett a különböző szálláshelyeknek. A hazánkban főszezonnak számító június és július csapadékmentes volt, ami szintén jó hatással volt a nyaralási kedvre. Sokan foglaltak szállást egy-egy hétre. De nem csak az időjárás lendített sokat az utazások szervezésén. Belföldön is nagyon-nagyon sok hosszú hétvége volt, és ezeken a hosszú hétvégeken ugye a szállodák megteltek. Külföld vonatkozásában pedig nem volt semmi olyan extrém időjárási dolog, vagy bármilyen probléma, ami ugye azt jelentette volna, hogy esetleg nem tudtak volna a magyarok utazni. Az évről elmondhatjuk, hogy a nyáron visszajött a Törökország, visszajött az Egyiptom és a Tunézia, továbbra is nagyon közkedvelt úti cél volt a Bulgária, ez főleg ugye a kisgyermekes családoknál, illetve a magyaroknál népszerű Görögország, hiszen nagyon-nagyon szeretjük a görög konyhát, a görögöket.
és egyéni közlekedéssel még mindig Horvátország az, ami abszolút évek óta vezet, és úgy gondoljuk, hogy ez majd a 2019 évben is hasonlóan fog működni. Ha valaki nem Horvátországot választotta a nyaralás célpontjának, hanem például egy 1200 kilométerre lévő görögországi várost, akkor általában már nem az egyéni autós utazást választották, hanem a repülőgépes megközelítést. Ehhez az is hozzájárult, hogy idén már Debrecenből is számos közkedvelt úti célt lehetett elérni repülővel. Idén is népszerűek voltak a buszos, nagycsoportos utazások, belföldi kirándulásra pedig sokan választották a vasúti közlekedést. Azt lehet mondani, hogy nyári időszakban nagyon-nagyon kedvelik a hosszú turnusokat, tehát ugye ami több mint egy hét, de nem éri el a két hetet, általában ilyen 10-11 napos utazások, de azért a legnagyobb általánosságban, ugye is a szezonban is el lehet mondani, hogy maga az utazási irodák is erre készülnek föl, ugye az a repülős 8 nap 7 éjszakás turnusok, illetve belföldnél, ahogy az előbb is említettük, ugye a sok hosszú hétvége miatt ezek a 3-4 napos utazások voltak az idén a legkelendőbbek. A statisztikák szerint a turisták által leginkább keresett 10 város között nincs nagy változás, még mindig Budapest, Hévíz, Hajdúszoboszló és Siófok számít favoritnak. Újdonság viszont, hogy az elmúlt évek fejlesztéseinek és marketing tevékenységének köszönhetően Nyíregyháza is felkerült a 10 legnépszerűbb város közé. Azonban, hogy ez a feltörekvő tendencia tovább folytatódik-e, és a megyeszékhely meg tudja-e tartani pozícióját, az a jövő év végi statisztikákból derül majd ki. Csökkentenék az őstermelők magas számát, ezzel párhuzamosan pedig erősítenék a családi mezőgazdasági vállalkozásokat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tervei szerint. A változtatástól elsősorban gazdaságfehérítő hatást várnak, ugyanakkor javítani szeretnék a mezőgazdasági termelők helyzetét is. A kamara javaslatai között szerepel az is, hogy az átláthatóan működő családi mezőgazdasági vállalkozásokat 100 millió forint árbevételig adómentesség illetné meg. Magyarországon jelenleg több mint 4 millióan dolgoznak mezőgazdasági őstermelőként. Azonban a gazdálkodók körében rendkívül népszerű őstermelő igazolvány túlnőtte eredeti célját, és gyakran problémát okoz az adószerkezet is. Éppen ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tervei szerint átalakítanák az őstermelés adózási és járulékfizetési szabályait, hogy csak az vegye igénybe az ezzel járó adómentességet, akit valóban meg is illet. Ez az őstermelői státusz manapság már az adózás szempontjából, illetve talán még lehet mondhatnánk azt is, hogy sok esetben adó elkerülési státuszt teremtett meg, ugyanis 600 000 forintig adómentes, és a családban ez mindenki nyilván élt ezzel a lehetőséggel, és az is őstermelő lett, aki egyébként nem foglalkozott termelővel. Én úgy gondolom, hogy most eznek az ideje fog elkövetkezni, amikor a klasszikus őstermelő az, aki több árut termel, mint a családi szükséglete, és elviszi a piacra, és ebből valamennyi bevétele is keletkezhet. Ezek az őstermelők, az már nem őstermelő, aki mondjuk 20-30 hektár repcét azért vett, mert le akarja azt adni, vagy 100 hektár kukoricát azért termel, mert a családi szükséglete ez. Az elképzelés szerint elsősorban az őstermelői tevékenység eredeti formáját erősítenék, valamint új vállalkozási formaként létrejönne a családi mezőgazdasági vállalkozás. Ez az adózási rendszer nem jelenti azt, hogy a mezőgazdaságból élőket esetleg meg akarják adóztatni, ugyanis az elképzelések szerint mezőgazdasági családi vállalkozóvá vált át az, aki most egy családi gazdálkodást foglal össze. Ez azt jelenti, hogy most a családi gazdálkodó vezetője viszi a kiadásokat, a költségelszámolásokat, és több tagja van papíron lényegében. Ezután nem lesz ránk kényszerülve arra, hogy a ma született gyereket már holnap őstermelővel lássa el, és a családi gazdálkodás tagja legyen, hogy többfelé kelljen írni a jövedelmet, mert 100 millió forintig adókedvezményt fog kapni ez a mezőgazdasági családi vállalkozás. Amennyiben a javaslatot elfogadják, akkor az új szabályozás 2020-tól lépne életbe. A tervek szerint a gazdálkodók számára pedig egy éves átmeneti időszak áll majd rendelkezésre, hogy eldönthessék, melyik működési forma éri meg nekik a leginkább.
Még mindig nem telik el úgy tél, hogy ne okozzon halált a kihűlés. Bár az egészségügyi ellátórendszer felkészült a megelőzésre, a társadalom szociális érzékenységében még van hová fejlődni. Fontos tisztázni, hogy az alkohol nem segíti a kihűlés elleni küzdelmet, sőt, tovább rontja a túlélés esélyeit. Ilyenkor fokozott veszélynek vannak kitéve a tartósan 15 Celsius fok alatti hőmérsékletű lakásban élők is. Testünk alapvetően 36-37 fokos hőmérsékleten üzemel a legjobban. 35 foknál már kezdetét veszi a kihűlés folyamata. A szervezet működése lépésről lépésre áll le. Lassul a vérkeringés, a vérnyomás csökkenésével a légzés is ritkul, felületessé válik. Szívritmus zavar lép fel, majd az eszméletvesztéssel járó, tetszhalálszerű állapot áll elő. Nagyjából 20 fokos testhőmérséklet esetén a keringési rendszer bénulása következtében beáll a halál. Egyedül élő idős betegemberek nem csak kint közterületen, hanem akár a fűtetlen lakásukban is könnyen ki tudnak hűlni bizonyos egészségkárosodások következtében, tehát ezek az egyedül élő idős személyek különösen veszélyeztettek ebben az értelemben, és természetesen a kint közterületen hideg időjárási körülmények között dominálóan alkoholos állapot hatás alatt álló emberek nagyon könnyen elalszanak, és nagyon rövid időn belül egy ilyen időjárási körülmények között kihűlés áldozatai lehetnek. Az alkoholos befolyásoltságot azonban nehéz megállapítani első pillantásra. Ezért, ha földön fekvő embert látunk, mindenképpen legyen elég bátorságunk oda menni és megszólítani, megkérdezni, hogy nincs-e szüksége segítségre. Ugyanis az elmúlt hetekben is történt haláleset. Egy közterületi, frekventált helyen lévő buszmegállóban fekvő ember hűlt ki. A járókelők nem nyújtottak neki segítséget, és későn értesítették az illetékes szerveket. Az egészségügyi ellátórendszer felkészült arra, egyrészt a hajléktalan személyek ellátását illetően, illetve mind a sürgősségi osztályok, mind a mentőszolgálat, külön a mentőszolgálat ugye segítő csoportot is hozott létre bizonyos helyeken, hogy senki ne hűljön ki utcán, közterületen, tehát ők mindenképpen kapják meg azt a szükséges ellátást, ha egészségügyi ellátásra van szükségük, akkor dominálóan a sürgősségi osztályok segítségét igénybe véve. Abban az esetben, hogyha egészségügyi problémájuk nincsen, akkor pedig különféle hajléktalan ellátást biztosító szolgálatok, szervezetek azok, akik ilyenkor gyakorlatilag ebben a megyében is és egész országra kiterjedően képesek ezeket a személyeket befogadni, éjszakára hideg időjárási körülmények között megnyújtható szállást biztosítani a részükre. Ezeknek az erőfeszítéseknek köszönhetően az elmúlt években csökkent a kihűlés miatti halálesetek száma. A szakember szerint azonban még tovább csökkenthető ez a szám, ha megértik az emberek, hogy az ilyen esetek megelőzése és kezelése nem csak a mentősök feladata. Ez egyfajta társadalmi felelősségvállalás kell, hogy legyen. 24 órás szolgálattal 30 percen belül reagálnak a Nyír VV-nél egy-egy rendkívüli téli időjárási helyzetre, mondta el iradónak a Nyíregyházi Társaság közterület fenntartási iroda vezetője. Keckó János kiemelte, havazáskor évről évre magasabb szinten tudják ellátni feladatukat a városban, de fontos, hogy a közúttal és a lakossággal összehangoltan tudjanak dolgozni vészhelyzetben. 500 tonna sót tároltak be még ősszel a Nyír VV-nél a téli időszakra. Emellett 300 tonna fűrészporos sókeverék és 150 tonna folyami homok is a raktárakban áll, de ha ennyi nem lenne elég, utánpótlásra is lehetőség van. A tél során 17 munkagép és ugyanennyi jármű, valamint 5 nagy teljesítményű sózótológép, traktorok, kisgépek és teherautók dolgoznak az utakon Nyíregyházán. A vállalatnál állandó készültségben állnak, hogy a különböző időjárási helyzetekre azonnal reagálni tudjanak. Az időjárás figyelemmel kísérésével felállítjuk a 24 órás ügyeleti szolgálatot. Ez azt jelenti, hogy a nap bármelyik szakaszában kialakul egy olyan körülmény, amit vagy jeleztek előre, vagy nem jeleztek előre, vagy más a mértéke, akkor azonnal tudunk rá reagálni gyakorlatilag. Így a 24 órás ügyelettel lefedjük az egész napot. Nincs olyan időszaka a napnak gyakorlatilag, amikor ne tudnánk elindulni 30 percen belül és megkezdeni a védekezést. A városban 260 kilométernyi szilárd burkolatú, 337 kilométer hosszú burkolatlan és 52 kilométer kerékpárutat, illetve 15 ezer parkolót, buszöblöket és járdát kell télen is takarítania a társaságnak. Ez sokszor nehéz feladat, és eközben a lakosok közül sokan azt is elvárják, hogy a téli fagyok és hó ellenére is folyamatosan a nyáron megszokott útviszonyokkal találkozzanak.
szinte lehetetlen. Tehát folyamatos hóesésben folyamatosan ezt a több száz kilométernyi utat nem tudjuk azonnal megtisztítani, hatni kell a sónak. Alapvetően a lakosságnak is van feladata, illetve a magyar közútnak, hiszen ezeket a csíktanítási feladatokat közösen kell elvégeznünk. Elmondható, hogy a nagykörút, illetve a nagykörútig bevezető útszakaszok, ezek a magyar közút fenntartásában vannak, ott ők végzik a síktalanítási feladatokat. A társasházaknál, családi házaknál nagyon fontos tudni, hogy mindenki a saját portája előtt a járdát takarítania kell, illetve síktalanítani. Az összes többi pedig, amin kerékpárutak, főbb közlekedési utak, szervizutak, összekötő utak, illetve a belváros néhány járdája, ami jelentősebb forgalmat bonyolít le, azokat mi csináljuk. Mi végezzük el ezeken a területeken a síkosság vagy az érdesítés feladatait. Keckó János azt is elmondta, az elmúlt évek időjárás változásaihoz ők is igazodtak, és míg korábban február végéig tartott a téli időszak, most már március végéig kitolták a készültséget. Nagypályás műfüves tornát, kispályás teremtornát, női és utánpótlás futszáltornát is szervez a téli holtidényben az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatósága. A cél az, hogy segítsék a csapatok felkészülését a tavaszi szezonra. Az átigazolási időszak január 15-én kezdődik az amatőr futballban. Bár a megyebeli futballcsapatok játékosai, edzői és vezetői még alig, hanem az óév búcsúztató fáradalmait pihenik ki, biztosan vannak közöttük olyanok is, akik már a 2019-es esztendő feladataival foglalkoznak. A megyei igazgatóság munkatársai minden esetre már tavaly elkezdték több torna előkészítését, így a csapatok szervezett keretek között játszhatják majd a felkészülési meccseket. A csapatoknak is a felkészülést a legjobban az segíti, amikor téli hónapokban ugye a nagypályás műfűn tudnak felkészülni, megfelelő körülmények között. Szerencsére most először, ugye már hetedik alkalommal írjuk ki, és most először 5 pályán tudunk játszani, hogyha azt nézzük, hogy Nyíregyházán 2 pályán, akkor 6 pályán, hiszen Fehérgyarmaton is időközben megépült a műfűes pálya. Igaz, Fehérgyarmaton még világítás nincsen, ez azt jelenti, hogy itt a szombat-vasárnap délelőtti kora délutáni mérkőzéseket tudunk rendezni. Így összesen ugye van a nyírbátori helyszínünk, a kisvárdai helyszínünk, a nyíregyházi helyszín a városi stadionnal az Örökösfölddel, és a tarpa fehérgyarmati helyszín, amit úgy egynek mondunk. Tehát végül is 4 csoportból, ugye 5 helyszínen jelentkezhettek a csapatok, és összességében 50 csapatnak tudnánk biztosítani télen a megfelelő felkészülést. 5 fős csoportokba osztjuk, tehát 4 mérkőzést kapnak ezért cserébe. Január 26-án indul, és február 17-én végződik. Mindenki 4 meccset játszik, és az elmúlt 2 évhez hasonlóan próbáljuk majd úgy beosztani a csapatokat egyrészt, hogy a területileg közel lévő csoportba kerüljenek, másrészt pedig, hogy közel azonos, hasonló képességű csapatok alkossák majd a csoportokat. A megyebeli csapatok nem csak szabadtére, hanem teremben is készülhetnek majd a tavaszi szezonra. Nagyon népszerű Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a kispálya, és télen is rengeteg tornát rendeznek. Itt nem engedünk próbajátékos szerepeltetni, ez a hagyományunk megmarad. A Nyírerdő kupán csak azok vehetnek részt, akik az adott egyesület igazolt játékosai, érvényes sportolósi vagy sajátos engedéllyel rendelkeznek. 2019. január 13-án rendezzük ugye a selejtezőket, január 20-án a középdöntőket, és január 27-én rendezzük a 8-as döntőt. Viszont a lebonyolításban van egy kis változás. Egyrészt ugye csak az első 30 csapat jelentkezését fogadjuk el, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján a versenybizottságunk összeült, és úgy döntött, hogy a 6 fős csoportok azért az elég sok, hiszen elhúzódik reggeltől késő délutáni, úgyhogy most 5 fős csoportokba osztjuk a 30 csapatot, innen az első 2 helyezettek jutnak tovább, valamint a 6 helyszínről a 4 legjobb harmadik helyezett csapat, és a legjobb 16-nál a középdöntőbe ugye 4 helyszínen 4 fős csoportokat alkotunk, és amit innen a 4 csapat közül az első 2 jut be a 8-as döntőbe. Ettől úgy azt várjuk, hogy szinte minden mérkőzés éles legyen, tehát nem 6-ból 4, hanem 5-ből 2 csapat jut tovább, így valószínűleg a torna végén is éles meccsek lesznek, mindenkinek úgymond 100%-osan meg 100 fokon kell majd égnie. Az igazgatóság női csapatok és utánpótlás együttesek számára futszáltornákat írt ki a téli szünetben. A női csapatvezetők kérése volt ez, ahogy a fiúknak ugye a futszálú 17-20-as bajnokságot szervezünk. Januárban indul a fiúk részére a 11-13-15-ös tornarendszerű pontvadászataink, és a lányoknak ugye szabad pályán U15-ben és U19-ben rendezünk bajnokságot, és kérték a hölgyek is, hogy legyen nekik is futszál, ennek nagyon örülünk. Eddig ugye a megyei igazgatóság úgy oldotta meg, hogy télen 2-3 vagy 4 női tornát szervezett, viszont ez így most sokkal több versenyzési lehetőséget biztosít a lányoknak, úgyhogy mind a 15, mind pedig a 19-es korosztályra is kiírunk futszát, ez is januárban indul, bízunk benne, hogy szép számmal fognak jelentkezni a lánycsapatok is rá.
Az amatőr labdarúgásban a téli átigazolási időszak a felnőtt és valamennyi utánpótlás korosztályban január 15-től február 14-én éjfélig tart. Csapatot váltani csak abban az esetben lehet, ha az átadó sportszervezet hozzájárul az átigazoláshoz. Híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. 3 milliárd forint értékben zajlanak fejlesztések Baktalúrántházán. Az összeg mintegy felét teszi ki a terület és település fejlesztési operatív programból érkezett forrás. Ebből többek között a belvízelvezető rendszer korszerűsítik, új kerékpárutakat építenek és zöldmezős beruházásokat hajtanak végre. A fejlesztések nem csupán a Baktalúrántházán élő szempontjából jelentősek, a város járási székhely is, így a környező települések lakosságának az életére is jelentős hatással vannak. Csökkentenék az őstermelők magas számát, ezzel párhuzamosan pedig erősítenék a családi mezőgazdasági vállalkozásokat, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tervei szerint. A változtatástól elsősorban gazdaságfehérítő hatást várnak, ugyanakkor javítani szeretnék a mezőgazdasági termelők helyzetét is. A kamara javaslatai között szerepel az is, hogy az átláthatóan működő családi mezőgazdasági vállalkozást 100 millió forint árbevételig adómentesség illetné meg. Az alkohol nem segíti a kihűlés elleni küzdelmet, sőt, tovább rontja a túlélés esélyeit. Fokozott veszélynek vannak kitéve a tartósan 15 Celsius fok alatti hőmérsékletű lakásban élők is. Testünk alapvetően 36-37 fokos hőmérsékleten üzemel a legjobban. 35 foknál már kezdetét veszi a kihűlés folyamata, amelynek során a szervezet működése lépésről lépésre áll le. Lassul a vérkeringés, a vérnyomás csökkenésével a légzés is ritkul, felületessé válik, szívritmus zavar lép fel, majd az eszméletvesztéssel járó, tetszhalálszerű állapot áll elő. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták január 1-én, kedden, friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon, én pedig munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, és boldog új esztendőt kívánok, viszontlátásra!